A robbanás miatt 29 lakásban keletkeztek károk, 20-ban még az sem biztos, hogy valaha visszaköltözhetnek a lakók. Boros Erika, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársa épp Macedóniában volt külszolgálaton. Az ő lakása is súlyosan károsodott, a helyszín elő kollégáitól tudta meg, mi történt. Nem egy leányálom, de hát gondolom senkinek, de innen kintről hallani, hogy már igazából nincs hova az a mennyél, az elég fájdalmas. Nem, nincs szükségem az önkormányzati segítségre, de azért köszönöm, mert hallottam róla, hogy van ilyen lehetőség, a szüleimhez tudok költözni, tudunk a költözni, mert fiammal élek együtt, 12 éves fiammal. Érkezik az első károsult az önkormányzat által felajánlott lakásba. Ők sem tudják, mi lesz a sorsuk a jövőben, de elfogadták a város felajánlását. Könnyek között azt mondta, egyelőre nem tudják feldolgozni a történteket. Ácsezső polgármester azt mondta, minden érintett számára megoldást találnak, és dolgoznak a felmerülő igények kielégítésén. A mai nap az első, amikor az első lakást oda tudjuk adni a rászorulóknak, vagy aki igénybe szeretné venni. Összesen ugye 10 plusz 3, tehát 3 nyugdíjas vagy idős 24 lakásunk van, illetve 10 másfél és 2 szobás közötti, ebből 6 azonnal beköltözhető. 4-nél csak egy egészségügyi fesztésre van szükség, úgyhogy várjuk az igényeket és a további jelentkezőket. Tudatosan készültünk erre, amikor megtörtént a sajnálatos esemény, tulajdonképpen igazából ugye most az első olyan lakók költözik, ketten jelezték eddig egyébként, hogy szeretnének önkormányzat által biztosított lakásba beköltözni. Most az első beköltözés megtörtént, de biztos vagyok benne, hogy a következő napokban még többen fogják ez irányú szándékot majd felénk jelezni és igénybe venni ezt a szolgáltatást. Amennyiben szükséges a költözéshez, az önkormányzat gépjárművekkel és anyagi hozzájárulással is a károsultak rendelkezésére áll, mondta a polgármester. A károk felmérése és a javítási munkák is megkezdődtek a robbanásban érintett, de kevésbé sérült lakóházak esetében. A biztosító társaság 25 millió forintot utalt át eddig a közös képviselő számlájára, az esetleges javítási költségek finanszírozására. A biztosító folyamatosan méri fel az igényeket, ugye az AVG-on a biztosítója az épületeknek, nem csak annak, ahol az esemény történt, hanem a környéknek is. Ők 25 millió forint előleget utaltak a közös képviselőnek a számlájára, vagy a közösségnek a számlájára. Nagyon sok üvegkár van. Egyszerre nem tudták felmérni, nagyon sok kárszakértő van kint, és folyamatosan a környékben épületeket is járják. Van egy nevünk és egy telefonszámunk, ezt közé fogjuk tenni, és mindenkinek oda erre az egy telefonszámra kell jelezni a kárigényét. Az elmúlt napokban arról szóltak, hogy a közvetlen kárelhárítás megtörténjen, tehát befóliáztuk, belapoztuk az ablakokat, nyilázárokat, hogy ne legyen éjszaka hideg. De nyilvánvaló, hogy a kárfelmérés után a helyreállítás meg fog indulni, tehát üvegessel együtt mennek egyébként a kárszakértők információink szerint, és nyilván a kapacitásokat le kell kötni, mielőbb legyenek cserélve ezek a nyilázárok. Az épület állagának megőrzése az egyik cél mindaddig, amíg a statikai vizsgálat el nem dönti a további sorsát, mondta Ács Dezső. Egyelőre arra készülnek a szakemberek, hogy megmentik az épületet, a Humán Szolgáltató Központ munkatársai folyamatosan gyűjtik az adományokat és a károsultak igényeit. Az elkövetkezendő napokban egy raktárhelység nyílik majd a piac téren, ahová az adományokat összegyűjtik a szakemberek. Az adománygyűjtésnek, a segítségnyújtásnak ilyen szempontból a Humán Szolgáltató Központ kollégái a felelősei. Az hivatalon belül a András kollégánk felelő műszaki dolgokért, illetve a például költöztetésért, meg takarításért, meg minden ilyenért, és Porthez Imre felel a biztosításra kapcsolatos ügyekért. Tehát mindenhol egy ember kell csak megjegyezést hozzá kell fordulni a segítségnyújtás ügyében. Az önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot a károsultakkal és az adományozókkal, összehangolva az igényeket és a felajánlásokat. Emellett mentálhigiénés szolgáltatás is kezdetét vette annak érdekében, hogy a sértettek fel tudják dolgozni a tragédiát.